Érettségi tétel lett a Salgótarjáni Zente Ferenc Színház. A szóbeli magyar irodalom érettségén júniusban akár a Zente Ferenc Színház létrejöttéből, működéséből is felelhetnek a Salgótarjáni Uzoni Péter Gimnázium és Általános Iskola végzős tanulói. A diákok a napokban ellátogattak a színházba, hogy információkat, anyagokat gyűjtsenek, és saját élményekkel gazdagodva kezdhessenek neki a tétel kidolgozásához. A másik oldalon majd leülünk, ott meg lehet látni Vertik Józsi bácsit és még azokat a személyeket, akik a Salgótarjáni színjátszás történetében az elmúlt 100-140 évben meghatározó volt. A szóbeli érettségi 20. tételét a regionális kultúra és határon túli irodalom témakörűt a helyi 7 éve alakult Zente Ferenc Színházból állítják össze. A középiskolások a Salgótarjáni színjátszás történetével, a legismertebb helyi színészek életútjával ismerkedtek meg, valamint bejárták a színháznak helyet adó épületet. Majd beültek a Zente következő premierje, a március 27-én a Színházi Világnapon bemutatandó Erdő próbájára. Összetírtad a ruhádat, semmi baj, nekem annyi van, majd adok egy korsút a rongyos. Az előbb is találkoztak. A próba szünetében a főszereplő Jászai Mari díjas színésznő Vándor Évával és a rendező Susán Ferenccel is beszélgethettek a diákok a díszletek között. Ez a produkció is az, hogy látunk 11 néhány színészt a színpadon, mögötte látunk 8-10-12 műszaki embert, az alkotói csapatban vannak dramaturg, díszlettervező, jelmeztervező, plusz még háttér az ügyelőtől kezdve a súgóig, a kellékesig, az öltöztetőkig. Nagyon sok embernek a munkája az, ami kikerül végül is a színpadra, ami a közönség elé kerül, és a közönség nem lát semmit. 11 színészt látott a végén meghajolni, és a néző ezt látja, közben egy nagyon komoly apparátus van emögött, hogy ez működjön. Most már nincs más hátra, mint a tétel kidolgozása, és persze a diákok premierje, majd az érettségén.